rákbetegek életkörülményeinek javítását tűzte célul az APSCO, a Szolgáltatásokat és Kommunikációt az Onkológián Alapítvány. A tavaly alakult szervezet nagyméretű kutatást végzett az onkológiai intézetekben kezelt betegek és orvosaik segítőik körében. Az eredmények azt mutatják, hogy nagy hiányosságok vannak Romániában a daganatos betegséggel küzdők pszichoszociális ellátásában. A következőkben megtudjuk, hogy mivel foglalkozik az APSCO alapítvány, és hogyan próbál javítani a jelenlegi helyzeten. Az APSCO az első romániai projekt, amely az onkológiai kezelési folyamatok pszichoszociális tényezőit kutatja, önsegítő csoportok és palliatív szolgáltatások bevezetését helyezi kilátásba. A szervezet elsődleges célja, hogy a rákos betegségek okozta distresszt, azaz szorongások és depressziók kialakulását, a betegek életkörülményeit tanulmányozza, hangsúlyt fektetve a diagnózis közléséből vagy elhallgatásából adódó helyzetekre. A jelenlegi adatok azt mutatják, hogy évente több mint 72 ezer új daganatos beteget regisztrálnak Romániában. Ezek nagy része depresszióval küzd a kezelés során, a páciensekkel foglalkozó segítő személyzet pedig mindössze 300-as létszámú. A munkát de terén am desfășurat împreună cu colegul meu, domnul Ignaț Lucaci, și s-a desfășurat în mai multe centre din țară, în principal în Cluj-Napoca, București, Oradea și Iași, precum și în județul Covasna și Harghita. Au fost un număr de 800 de pacienți care au fost evaluați. Ce putem să spunem este că, într-adevăr, există probleme. Ei se confruntă cu o calitate a vieții mai scăzută. Din păcate, este mult afectată calitatea vieții. Boala oncologică pentru ei reprezintă un factor stresor care îi afectează, din păcate. Și se confruntă cu stări de depresie, mare parte dintre ei anxietate și în unele cazuri, din păcate, nu au parte de un suport sau de o rețea de sprijin care să îi ajute să treacă peste aceste probleme. Több oldalas kérdőívek kitöltése. Betegekkel és orvosokkal, valamint a segítőszemélyzettel készült interjúk sora jelentette a kutatás terepmunkáját. Érdekes módon egy ilyen sztereotípiával mentem a kórházakba, hogy a hölgyek lesznek azok, akik inkább beszélni fognak velem, inkább segítenek nekem, és érdekes módon a hölgyek inkább visszautasítóbbak voltak velem, mint a férfi paciensek. A férfi betegek könnyebben megnyíltak, hamarabb beszéltek velem. Amit még tapasztaltam, hogy ezeknek a betegeknek a túlterhelt személyzet csak testileg, orvosilag tudja őket ellátni, ami a lelki terét illeti az ellátásnak, az eléggé csekély az állami intézményekben. Esetleg a kórház pszichológusa tud segíteni, de ő is ugye egyedül van túlterhelt, vagy pedig azok a lelki pásztorok, akik önkéntesként bejárnak a kórházakban. Inkább azt tapasztaltam, hogyha egy kórteremben az egyik beteg megnyílt és elkezdett velem beszélgetni, akkor a többi beteg úgy automatikusan átvette és inkább beszéltek velem. Egy ilyen esetet szeretnék elmondani, hölgyekről volt szó, négyen voltak a kórteremben, és mondták, hogy ők nem. Tehát bemegyek, bemutatkozom, elmondom, mi a célja a kutatásnak, miért vagyok itt, és akkor ők mondják, hogy vállalják, vagy nem vállalják. És akkor a hölgyek azt mondták, hogy ők nem vállalják, és volt egy ilyen kemény, középkorú hölgy, és mondta, de hát lányok, hát itt vagyunk, nincs semmi más dolgunk, ebédidő előtt vagyunk, ráérünk, vágjunk bele. És akkor úgy mind a négy hölgy segített, és kitöltötték ezt a kérdőívet, kitöltöttük közösen, és ez a hölgy azért maradt meg ennyire, mert ő elmesélte nekem azt majd személyesen, hogy ő úgy küzdötte le a betegségét, hogy majdnem fél évig a családjából senki nem tudta azt, hogy ő meldaganatos beteg. Ünnepek előtt tudta meg az orvostól, hogy neki milyen betegsége van, és nem szerette volna a gyerekeinek az ünnepét ezzel elrontani,
és a férjének sem mondta el, egy fél év után mondta el csak, hogy ő tulajdonképpen keresztül esett egy ilyen kemoterápiás kezelésen és műtéten. Az APSCO önsegítő csoportok létrehozásában is gondolkozik, első körben daganatos nőbetegek számára. Bizonyított tény, hogy sorstársaikkal és szakemberekkel tárgyalva a páciensek megszabadulnak lelki terheiktől. În momentul de față pregătim acest grup, este un model sau vom lucra după un model al asociației ARC Destine Comune care funcționează în Târgu Mureș. Suntem în faza de recrutare a femeilor care sunt dispuse să se implice sau să participe la acest grup. Și ne gândim la o metodă, să zicem, alternativă de recrutare, în sensul că e destul de dificil să recrutăm aceste femei din institutul oncologic sau din alte clinici. Există o anumită rezistență din partea conducerii, din partea personalului medical și ne-am gândit că o altă metodă ar putea fi atragerea acestor femei prin intermediul Facebook. Felul în care se va desfășura acest grup pe care noi îl pregătim acum este sub forma unui, așa am spus noi, club de recuperare fizică, psihică și de consiliere orientare profesională și vocațională. A kolozsvári székhelyű APSCO alapító tagjai bíznak abban, hogy munkájuk hozzájárul a lakosság megfelelő tájékoztatásához, és az egészségügyi rendszerben gyakorolt kezelési folyamatok olyan jellegű változtatásához, amelyek a betegek állapotának és életkörülményeinek egyértelmű javulását eredményezik. Dr. Dégi László Csaba, kutatót, szociális munkást, az APSCO elnökét köszöntöm a stúdióban, jó napot kívánok! Kezét csókolom! Ön nagyon régóta foglalkozik a daganatos betegségek, a betegek kezelésének pszichoszociális vonatkozásaival. És már említettük műsorunkban ezt a két fogalmat, hogy distressz és életkörülmények javítása. Egy kicsit fejtse ki ezt a két kifejezést ismét. Igen, a distressz talán, a daganatos distressz legegyszerűbben úgy magyarázható meg. Hétköznapi értelemben ez is egy fajta stressz, csak egy picit összetettebb, mert egy betegség kapcsán történik, és így beletartozik a szorongás, a depressziós tünetek, a társadalmi elutasítottság érzés, tehát a marginalizációs érzés, és beletartozik természetesen egy nagyon alacsony életminőség, és itt már is kapcsolódok a másik fogalomhoz. Az életminőség tulajdonképpen azt jelenti, hogy négy területen legalább, testi, lelki és társas területen főképpen, de úgymond funkcionális területen is, ami a munkavégzést, a munka örömét, a tevékenységek elvégzésének az örömét jelenti, ezeken a területeken van egy viszonylagos egyensúly. A daganatos distresszről, amint egyébként erről néha szoktam beszélgetni, azt úgy szokták a szakmában mostanság emlegetni, mint a hatodik életjelt, a légzés, a vérnyomás, a szívritmus, és a fájdalom meg a testhőmérséklet után, hisz annyira életbevágóan fontos a daganatos beteg spektrumban, jelenségben, hogy ennélkül szinte nem lehet megérteni, úgyhogy életjelként kell felfogni, vagyis egy jelző, egy kis lámpaként kell felfogni, hogyha daganatos distressz kezd elhatalmasodni, akkor azt jelenti, hogy itt valószínűleg romlik automatikusan az életminőség, és az érintetteknek, beleértve a beteget és a családot, valószínűleg valamilyen fajta segítségre, átölelésre, szolgáltatásra van szüksége. És erről az életjelről egyelőre csak beszélünk, de a gyakorlatban nem találkozunk ennek a mérésével, kezelésével. Így van. A legfájdalmasabb talán az, hogy nem találkozunk ennek semmiféle kezelésével, és itt természetesen elsősorban nem az orvosi kezelésére gondolunk, mert hogy ugye lehetne erről is, hanem arra gondolunk, hogy nincsenek megfelelő szolgáltatások, és aminek a legfontosabb része az természetesen az, hogy nincs megfelelő kommunikáció az érintettek és a szükségletek, illetve a szakemberek között, és azt gondolom, hogy ezek a hidak nélkül, ez csak egy nagyon szép történet marad a legtöbb szakember számára. Romániában egyébként azok a szakemberek, az a kevés szakember, kb. 300 alatt országos szinten, akik ezzel foglalkoznak, annyira jó szívvel fogadják ezt, hogy a daganatos distressznek a mérése, a szűrése, ez a kis hőmérő, ez a jelzőrendszer, ez életeket menthet, és hogy ez tényleg hatodik életjel, ezt örömmel fogadják,
Csak az a baj, hogy ez a valóságban nem megy át. És itt elsősorban az állami egészségügyi ellátórendszerről beszélünk, mert furcsa mód egyre inkább elterjedtebb, nem csak Bukarestben, hanem a nagyobb városokban is, a magán-onkológiai ellátás és rehabilitáció, ahol nagyon sokat adnak azért, hogy az úgynevezett akkreditációs és minőségi kritériumoknak megfeleljenek, és ott viszont ezek a szolgáltatások mindig benne vannak a csomagban. Tehát ott egy picit másabb a helyzet. Miért nem vezetik be? Én úgy tudom, hogy önnek volt egy ilyen kezdeményezése, eljutott vele az egészségügyi minisztériumig is. Így van, tehát az egészségügyi minisztérium keresett meg bennünket partnerként, hogy javasoljunk, javasoljunk különböző úgynevezett szociális szempontokat a rákellenes programba. Na most már természetesen szakemberként voltam mit javasolni, és ezen sokat is dolgoztunk, egyébként Európai Tanács és Európai Uniós projektek támogatásával. Ez felkerült a minisztériumba, és sajnálatunkra azt kellett tapasztalni, hogy amikor meghirdették, közvitára bocsátották ezeket a dokumentumokat, hát ebből semmi se jelent meg, tehát még minimális sem, tehát fogalmak szintjén sem jelent meg. Vagyis ugyanott vagyunk, ahol 1978 óta vagyunk, ugyanis Romániának 1978-tól létezik rákellenes terve, de azóta se került be az a szó, hogy pszichológiai vagy társas, vagy uram, bocsáss, esetleg a munkával kapcsolatosan foglalkoztatási kérdések. Tehát ezek nincsenek meg bennem. Hogyan lehet egyébként mérni ezt a distresszt, vagy az élet minőséget? A distresszt, hál' Istennek, és azt szeretném, hogy az érintettek és a szakemberek is, mert hogy a szakemberek szintjén is a mérés az mindig azt jelenti pszichológiai szempontból, hogy jó nagy skálák, jó hosszú kérdőívek, jól kikérdezzük az embereket, tesztkérdések, kontrollkérdések, kétszer-háromszor ugyanazt megkérdezzük, hogy nehogy túlságosan megfeleljen a válaszadó annak, amit mi várunk el. De tulajdonképpen az elmúlt 30 évben csak azért dolgozott a szakma külföldön, hogy olyan eszközöket dolgozzon ki, amelyek nagyon egyszerűek. A valóságban csak tulajdonképpen az érintett annyit fog látni, valamint nagyon szép színes hőmérőket fog látni papíron, amit kevesebb, mint egy perc alatt ki lehet tölteni, és a megbízhatóságuk olyan mértékű, hogy tulajdonképpen a lényeg mindig az volt külföldön, hogy ne terheljék se az orvost, se a beteget. Csak egy olyan skála, egy olyan jelző eszköz legyen, amit nagyon gyorsan ki lehet tölteni, és összefügg az orvosi tünetekkel is megbízhatóan szűr. Mert itt szűrésről beszélünk. Ugyanis 10 daganatos beteg közül 5-nek nincs szüksége. 5-ön fognak valószínűleg beesni abba a dobozkába, ahol ugye a szűrés azt mutatja, hogy itt valószínűleg a stressz, amit megél, az túl nagy mértékű. Viszont azt nagyon fontos elmondani, hogy a szakmában sem tiszta még ez a kép, miközben egyre inkább arrafele megy a világ, hogy ez a szűrés tulajdonképpen már okostelefonon, táblagépen zajlik. Ezt nem rég, az elmúlt évben Németországban nagyon gyakran láttam, úgyhogy ezeket a szűrőket, ezeket az eszközöket, ehhez nem is kell, nagyon fontos, főleg nálunk Romániában, főleg bizonyos generációk esetében nagyon fontos, hogy az írástudás, az olvasási képesség, az néha-néha nagyon változó tud lenni. Tehát elég gyakran találkozunk funkcionális analfabetizmussal. Ez a valóság, meg kell mondanom. És ezek az eszközök azt is segítik, hogy mindenki, nem csak aki érti vagy nem érti az írott, olvasott részt, el tudja mondani, hogy milyen igényei vannak. Hisz egy hőmérőn csupán csak be kell jelölnie, csak 1-től 10-ig, tehát a sötét, világos. És önök gondolkoznak azon, hogy bevezessék ezt a mérést. Igen, tehát mi nagyon sokat dolgoztunk külföldi partnerekkel, kollégákkal, az elmúlt évben amerikai és európai uniós kollégákkal, sikerült román és magyar nyelven ezeket az eszközöket adaptálni, és mi rendelkezünk a jogokkal, tehát bárki, aki ezen a területen bármit is dolgozik, ezt természetesen közösen velünk tudja megcsinálni a minőségbiztosítás céljából, és nagyon sok helyen használják egyébként, sikerült a kolozsvári onkológián és a bukaresti onkológián bevezetni, és számos alapítvány és szervezet már feliratkozott és igényelte ennek a használatát. Szóval van egy elég konkrét rálátásunk, de ez még nem elegendő természetesen. Én most azt javasolnám, hogy így foglaljuk történetbe egy daganatos betegnek az esetét, és nézzük meg, hogy mi az, amivel szembesülnie kell a diagnosztizálást követően, illetve hogy melyek azok a területek, ahol önök próbálnak segíteni az alapítvány révén. Tehát igen, valakiről kiderül, hogy ugye valóban a daganat nagyon jól fogalmazott, a daganatos betegség egy folyamat.
ami elkezdődik talán már a diagnózis előtt. Hisz nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a diagnózis megérkezése az hosszú várakozást jelent. Tehát az első gyanú után megtörténik egy valamilyen kivizsgálás, ugye esete válogatja, és várni kell legalább 2-3 hetet arra, hogy a diagnózis egyértelműen orvosilag megerősíthető legyen. Ez az az időszak, ahol tulajdonképpen az alapszemélyiségünk lüktet, a legnagyobb erővel lüktet. Tehát ha valakinek az alapszemélyisége pánikos, akkor ebben az időszakban ezek a kapuk nagyon erősen megnyílnak, és ez az az időszak, ahol a beteg, ha nem kap egy segítő kezet, mire már odaérkezünk a diagnózis pillanatához, a beteg már rég nem tud jó döntéseket hozni. A daganatos distresszel azaz egy gond van, hogyha ez felerősödik és kontrollálhatatlanná válik, akkor a beteg rossz döntéseket hoz. Nem csak a kezelés tekintetében, az életvitel tekintetében, és egyéb betegséggel összefüggő és helyzete összefüggő folyamatokkal illetően. Tehát ez az első rész, ahol mi már be kell avatkozzunk. A senki földjén, itt még orvos nem mondja, hogy mit csináljon, hogy műtét lesz, vagy gyógyszeres kezelés, vagy sugár, vagy bármi. Itt a beteg magára van egyedül. És ez megkeresheti önöket, vagy egy olyan egyesületet, alapítványt, aki ebben neki segíthet. Van. Ez az első nagy pillanat. Amikor már kiderül a diagnózis... Kiderül vagy sem számára, ez egy nagyon fontos pont. Ez egy pont. Nagyon fontos kérdés. Most nagyon milyen arányban, elnézést, hogy rákérdezek, nálunk Romániában mit tapasztaltak, hogy milyen arányban tudják meg a betegeket? Igen, az elmúlt 10 évben, hál' Istennek, volt egy kis előrelépés, egy pozitív előrelépés. Mondjuk 2007 táján, amikor uniós tagállam lettünk, akkor körülbelül olyan 20% körül volt azoknak az aránya, akik nem ismerték meg saját diagnózisukat. Ez most lecsökkent a felére, körülbelül 8% körüli. És ugye mi ezt úgy vizsgáljuk, hogy a betegtől is megkérdezzük, hogy mit tud, és az orvostól is, a korlapok alapján, és ezt összevetjük. Na most ez a százalék, ez a 8%, ez nagyjából egyezik a kettő között, viszont amiben rettenetesen eltérnek a vélemények, ez pont a közlés és a nem közlés aránya között. Tehát közlik most már a diagnózist jó nagy részt, de főleg a falusi férfiak rettenetes nagy hátrányban vannak, ők azok, akik legveszélyeztetettebbek ilyen szempontból. És bár közlik a diagnózist, nincs, tehát a diagnózis közlést az orvosok úgy képzelik el zömében, képzés hiányában, hogy előveszem, leülünk, és megmondom, hogy mi van. És a slusszpassz, megy a kezelés. De sajnos ez nem így működik. Tehát az emberi psziché ilyen lépésesen működik, és kellene erre, és pont erre kell a segítő szakember, a pszichológus, akár a szociális munkás lelkész, hogy ezeket a második, harmadik találkozót, ahol a felmerülő kérdéseket meg lehet beszélni, ezekről sor kerüljön. És a betegek bár egyre inkább megtudják Romániában, nem tudnak meg mindent, és a saját kérdéseiket még mindig nem tudják feltenni, és a prognózisról meg abszolút nem kommunikálnak. Ez még mindig problémát okoz, és ebben az orvosok véleménye és a betegek véleménye nem találkozik annyira. Tehát ez a helyzet, ami mondjuk a diagnózis személyes közlése és nem közlése között van. A következő, a további részét, hogyha lehetne 2 percben összefoglalni, hogy nagyon rövid. A további rész, a kezelések, azok legalábbis az orvosi szempontból a kezelések, azok egy olyan időszak, amikor a beteg elérkezik egy viszonylagos egyensúlyhoz, nyugalmi állapothoz, bekerül egy rendszerbe, úgy érzi, hogy most már működik a dolog. Viszont itt is nagyon fontos az, hogyha nincs megfelelő szolgáltatás, kezelés annak a 25%-nak vagy 50%-nak, akkor a beteg magára marad, elfogadja azt, hogy ebben az intézetben csak a testiekkel foglalkoznak, a lelkieket mellőzi, és pontosan tudjuk, hogy a pszichoszociális tényezőkkel való foglalkozás tényleg életet ment, és élettartalmat is tud hosszabbítani bizonyos esetekben. Mindenképp a túlélést segíti, ez egy teljesen egyértelmű. És a legfájdalmasabb pont, miután kikerül a kórházból, a legfájdalmasabb pont, hogy utána mi történik vele. Hisz tudjuk, hogy a daganatos betegek többsége recidíviál, visszaesik. És ez az a pont, ahol újra civilnek kell lenni. Én is szakemberként azt tanulom meg az alapítványunk kapcsán, hogy újra civil kell legyek. Mert itt nincs semmi, itt megszakad. Illetve nagyon kevés van, és csak a nagyon szerencsések, és a nagyvárosban élők esetleg. Magyar nyelven megszámolom a 10 ujjamon, hogy hány ilyen alapítvány vagy önsegítő csoport van, amit az érintett, a túlélő, mert túlélő mindenki, aki már a diagnózis pillanatán túl megharcol a betegségére. Ez az a rész, ami sajnos fedetlen, szinte teljes mértékben. De
folyamatos a szociális munkás képzés Romániában, akkor miért nem kerülnek ki szakemberek? Ja, kikerülnek és nem tudnak elhelyezkedni? Ez egy nagyon fájó kérdés. Igen, a szociális munkás képzés folyamatos. Viszont erre a területre, a medikális területre még a tanrendben sincs semmi. Tehát az orvosi képzésről azt szoktuk mondani, hogy őket nem készítik fel pszichológiai, kommunikációs témákban. Hát ugyanúgy a szociális munkásokat sem készítik fel medikális, klinikai kérdésekben. Így találkozik két sánta, vagy legalábbis szakmai szempontból. Igen, és nem tudnak egymást segíteni. Így van. Egy utolsó kérdés, egy mondatban válaszoljon, kérem, melyek a legközelebbi terveik, tevékenységeik? Két nagyon fontos tervünk van. A területen dolgozó szakembereknek mankot, erőt, képzést és minőséget szeretnénk nyújtani, mert nem sok szakemberre van szükségünk, hanem minőségi szakemberekre van szükségünk, és tudjuk, hogy ez nagyon kell. A másik, hogy a daganatos beteg csoportunkat úgy fogjuk üzemeltetni, hogy ez olyan témákra is választ fog adni, mint például, hogy hogyan lehet a munkahelyen megmaradni, ha akarok tovább dolgozni, hogyan dolgozhatok. Ez egy olyan terület, amivel nem foglalkoztak eddig, és mi nagyon fontosnak tartjuk, főleg a melldaganatos nők esetében. Dr. Dégi László Csaba, köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdéseinkre. Köszönjük szépen a lehetőséget.